Legkevesebb 21-en meghaltak, és további 13-an megsérültek a dél-oroszországi Kurgán megyében pusztító erdőtűzben. Orosz sajtóértesülések szerint a halottak főleg olyan idős emberek, akik nem tudtak időben elmenekülni. Az orosz katasztrófavédelmi minisztérium közölte, a tűzoltó egységek megfékezték a lángokat, ezzel csaknem 20 000 otthont és egyéb középületet sikerült megóvni a tűztől.